Tolna megye számára már az előző ciklusban is nagyon-nagyon komoly szerepet kaptak azok a szerveződések, amelyek úgynevezett, vagy úgymond alulról jövő kezdeményezések. Mondta a jubileumi kiállítás megnyitójában Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke. Arról is beszélt, a megye koncepcióiban kiemelkedő szerep jut az értékek megőrzésének, számos rendezvény és programsorozat jelzi a megye elköteleződését ebben a körben. Komjáti Tamásné az egyesület elnöke úgy látja, egyre kevesebben vállalkoznak arra, hogy megtanulják az ősi mesterségek fogásait. A szervezet vezetője azt mondja, túl kell lépni azon, hogy a tevékenység csupán az értékmegőrzés szolgálja. Ahhoz, hogy egy lakás bensőséges, otthonossá váljon, nem sok, de legalább egy-egy ilyen kézműves tárgynak lennie kell, ami egy kicsit az emberiséget képviseli. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nem, attól nem kell félnünk. Én úgy látom, hogy egy kicsit megint a reneszánszát éli a népi kézművesség. Csúcs Endre Fazekas, a szervezet alapító elnöke, az országban folyó tevékenység kapcsán úgy látja, a kézművességre ráférne a folyamatos szakmai kontroll. Gazdátlan a kézművesség, esztétikailag gazdátlan. Tehát olyan ferde utakon járnak kézművesek, mivel legtöbb kézműves nem szívesen fogadja el azt, hogy őt véleményezzék. Ebből adódóan, ami a Népművészeti Egyesületnél komoly munka volt, az, hogy mindig zsűriztettünk. És ez egy minőség, akárhogy is vesszük, van akinek tetszik, van akinek nem. A 25 éves Tolna megyei Népművészeti Egyesület alkotóinak szakmai megítélése kiemelkedik az országos átlagtól, mondja az alapító elnök.